Sziasztok! Ez itt a The Walking Hun, és a mai videóban ismét egy teória videót hoztam el nektek. Illetve nem is teória videót, mert nem is igazán teória, hanem csak ilyen részlet, ilyen elemzés, vagy beszélgetés, vagy bárminek nevezhessük. Gyakorlatilag Négönről, méghozzá, hogy mi lenne, ha Négön összecsapna Alfával, illetve Négön ugyanarra a sorsra jutna, úgymond, tehát, hogy Négön vágnál mondjuk Alfának majd a fejét, ugye ugyanaz lenne, mint a képregényben, és milyen harc lenne közöttük, milyen viszály, úgyhogy akkor nem is pofáznék tovább, hanem nézzük. Na most ugye sok rajongó szeretné látni azt, hogy a Négön ugye a bétával harcoljon, illetve verekedjen, viszont azt mondom nektek, hogy ugye Négön a képregényben egy sokkal nagyobb, illetve sokkal, hát nem mondom itt is nagy, meg kemény, de viszont a képregényben, aki ismeri a képregényt, az tudja, hogy Négön ilyen mekkora darab a képregényben, és ott persze ott bétával harcolt, és ott jól is állt neki, viszont szerintem itt nagyon nem állna jól neki, viszont ha belegondolunk abba, hogy Darylt, hogy a falhoz vágta, úgymond Béta, akkor gondoljunk csak bele, hogy Négön egy még vékonyabb, még kisebb valakit simán a földbe döngölne, ugye? Sok ember megnézni, viszont szerintem ez nem jön neki nagyon jól Négönnek, mert Béta szerintem nagyon megverné, illetve nem csak az, hogy nagyon megverné, hanem egyszerűen nagyon, nem olyan nagy darab mondjuk a Négön, mint a képregényekben. Ez az egyik oka, a másik oka pedig az, amit már mondtam az előbb is, ugye, hogy Darylt, hogy a falhoz vágta, a másik oka maga Daryl, ugye, hogy Daryl már verekedett vele, illetve az a jelenet, az már le is zajlott gyakorlatilag, ami ugye Négönnel lett volna Daryl és Béta között, úgyhogy nem gondolnám, hogy ezt meglépik majd még a készítők, hogy jó, sok rajongó szeretné, viszont nem gondolom azt, hogy meglépik a készítők, hogy majd Négön és Béta majd verekszenek, és majd jól agyonveri, a földbe döngöli mondjuk Béta a Négönt, vagy Négön a Bétát. Nem hiszem, hogy ez be fog következni, viszont van egy másik opció, van egy jobb opció ennél, ami bekövetkezhet, és ami megtörténhet. Méghozzá az, ami a képregényekben is megtörtént, hogy Alfa vs. Négön, és most már valószínűsítem, hogy láttam a 13. részt és a Daryl és Béta között való viszályt, illetve verekedést, bunyót. Most már valószínűsítem egyébként, hogy ezt 100%-ra is vehetitek, hogy Alfával lesz konfliktus a Négönnek, ugyanúgy, mint a képregényben. Egyrészt nagyon jól áll, a kettőjük között ez a viszály nagyon jól jönne ki, illetve nagyon megnézném, hogy a verekedésüket gyakorlatilag, hogy verekednek, mondjuk ugye nagyon keménű az Alfa, látszódott, hogy folytotta meg a férjét, ugye, meg ilyenek, tehát láttuk már Alfát is akcióban, és nagyon kemény nő, de viszont Négönt is láttuk akcióban, és ő is egy nagyon kemény, karakán kemény ember, aki bárkit a földbe döngöl, még a legkeményebb. Nem tudom, itt például emlékszünk vissza a 8. év a 15. részére Simonra, ugye a segédő, a bal kezére úgymond, és vagy jobb kezére, nem tudom, hogy ő hogy mondta, őt is hogy a földbe döngölte gyakorlatilag. Na, ezt tudom elképzelni, hogy Négön és Alfa között lesz majd verekedés, és Négön és Alfa között lesz viszály. És sok ember így gondolhatná most azt, hogy miért lenne köztük viszály, mikor nem is történt köztük semmi konfliktus, még meg ilyenek, és mi az a konfliktus, ami megtörtént kettőjük között, amiért mondjuk Négön neki támadna Alfának. Na, hát egy. Már ha belegondolunk, akkor Négön talán a pozíció miatt is, ugye, hogy vezető, azért is neki támadhatna, illetve egy csomó más lehetőség is van, mit tudom én. Most nem tudok tényleg példát mondani, de bármi, ezt a készítők simán meg fogják oldani, hogy megmutatják azt nekünk, hogy mi az a konfliktus, vagy mi az a dolog, ami miatt majd ők egymásnak uszítják, úgymond őket a sorozatban, mert ugye aki a képregény, nem akarok leszpoilerezni semmit, aki a képregényt tudja és olvassa és tudja, hogy mi történik benne, az gondolom sejti, hogy miért, viszont itt nem tudom, hogy ugyanaz lesz az indok, hogy most nem akarok tényleg spoilerezni, mert valaki mondjuk nem olvassa a képregényt, vagy olvasni akarja még, úgyhogy nem mondom el. Illetve ha belegondolunk abba, hogy ugye még Daryl mindig utálja nagyon a Négönt, és még mindig ki nem állhatja. Gondoljunk bele, hogy milyen jó pont lenne, ha mondjuk megölni Alfát, illetve segítene nekik a suttogókkal való háborúban, szerintem kijavíthatná. Hát jó, Daryl nyilván nem felejtené el azt, amit tett vele ugye még a 7. évadban, viszont
szerintem nagyon sokat hozzáadna a úgymond megbocsátáshoz, hogy Daryl meg tudjon neki bocsájtani, hogyha tényleg átállna hozzájuk, ott velük harcolna az ő oldalukon, és megölni a fát. Szerintem nagyon-nagyon megnézném mondjuk még azt is, ahogy Daryl és Negan mondjuk kibékülnek. Még akár egy baráti ölelést is megnéznék tőlük. Tehát nagyon izgalmas, az ő kapcsolatukban is van még annyi minden, amit ugye meg lehetne mutatni, viszont nem nagyon törődtek még ebben az, nem, hogy nem nagyon semmit nem törődtek vele ugye ebben az évadban a készítők. Remélem a következő évadban, a tizedikben azért már többet láthatunk ebből, mert az ő kapcsolatukból is, mert tényleg kíváncsi lennék rá, szerintem írjátok meg, ha ti is. És a visszatérve a lényegre, igen, szerintem két indok van eddig, amit találtam, amiért neki támadhat. Ugye Negan Alfának az egyik ugye a Daryl, a másik pedig ugye az, hogy ő vezető, és ő is vezető akar lenni, bár mondjuk ugye mondtam, hogy megváltozott, és már az se biztos, mert nem akkora seggfej, mint régen volt, és már tényleg látszik a karakterön, hogy milyen nyugodt lett, milyen más ember lett, milyen rendes lett, és ezt már százszor elmondtam, de tényleg az, azt nem lehet letagadni, ezt amikor mondta, ugye még visszaemlékszünk a 12. részben a Judit a Missionnak, ő se tudott már rá mit reagálni, csak beküldte Juditot a szobájába, mert nem tudott rá mit reagálni, mert tényleg ezt el kell ismerni, hogy Negan megváltozott. Viszont még abban is egy kicsit belegondolva nem hinném egyébként, hogy ha mondjuk Negan valahova átállna, akkor az inkább szerintem az emberek lennének, nem a suttogók, és velük harcolna. Ha belegondolunk, nem szeretne ő suttogó lenni, nem akar ő maszkot húzni a fejére, bár már volt egy ilyen teória videóm is, és még az se kizárt, hogy mondjuk, mit tudom én, de nem azért, hogy ő az lesz, hanem mit tudom én, lehet csak információt akar majd becsempészni az embereknek, tehát nem abból a szándékból lesz ő suttogó, mert annyira az akar lenni, hanem csak így muszájból majd, és azt is nagyon megnézném, ha tényleg az megtörténne. Tehát Negan is rengeteg potenciál van még, amit tényleg ki lehetne használni, és tényleg mutathatnának, nem csak az, hogy még ott van a cellában, és nagyon remélem, hogy tényleg több szerepe lesz még már ebben az évadban is, pedig már csak három rész van, de még lesz szerepe, és nem annyi, hogy bemennek néha hozzá a cellába, visznek neki kutyakaját, elviszik a szarát, aztán meg maradjál magadnak, hanem tényleg ennél több szerep, mert sokkal több van ebben a Jeffrey Dean Morganben is, mint színész, sokkal több van benne, és sokkal több van, mint Negan. Úgyhogy tényleg nagyon várnám azokat a dolgokat, amiket az ő szájába beleírnak, és amit neki írnak szerepet, és azon kívül tényleg, amit mondtam, hogy ne a ketrezbe rohadjon már meg évadokon át. Úgyhogy tényleg gyakorlatilag le is zárnám ezt a videót, ez is kicsit rövidebb videó lett, bár kinek mi a rövid. Én tényleg nagyon-nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy végighallgattatok, írjátok meg ebben kapcsolatban a véleményeteket, Alpha VS, ugye Negan. Tényleg nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy végighallgattatok. Szép hetet, sziasztok!